Az eső ellenére is sokan látogatták meg a hétvégén a Helikon Kastély Múzeumot. A parkban található Flóra napi virágvásár kínálatából is többen választottak, amit 10. éve rendeztek meg a kastély területén. Többek között kaktuszok, kövirózsák, aloe verák és sivatagi rózsák várták leendőbeli tulajdonosaikat. Az árusok az ország több részéről érkeztek. Szup Vilmos második éve utazott Buda Örsről a Keszthelyi Vásárba szép számú növénygyűjteményével. Egy pár éve azért kezdünk fellendülni, hál' Istennek szép meleg nyaraink vannak, úgyhogy ideális választás lehet egy ilyen 40 fokos hőségriadóban UV-riasztással. Amikor a muskátli megsül, akkor általában ide nyúlnak az emberek, hogy kapjanak valamit a teraszra, kicsit zöldet, kicsit színeset. A pálmaházat is sokan látogatták meg az esős időben. Az egzotikus növények a mai napig a királyi és főúri életmód részét képező trópusi növényházak hagyományát idézik. A látványkertnek több célkitűzése van. A látogatók a ritkaságok mellett olyan haszon növényeket láthatnak testközelből, amelyeket nap mint nap használunk. Ezek is a környezettudatos gondolkodásra, a környezetkímélő gazdálkodásra hívják fel a figyelmet. A pálmaház kertjében is csodás látvány tárul az érdeklődők szeme elé. A hibiszkuszok most virágoznak. Ha szerencsénk van, akkor a fagyokig fognak virágozni. Nagyon tápanyag és napfényigényes növényről van szó, valamint nagyon szereti a vizet, hát ugye a nevébe is benne van, hogy mocsári hibiszkusz. Úgyhogy ezen növények szerelmeseinek azt tudom ajánlani, hogy jó napos helyre tessék ültetni és bőven öntözni. A pálmaház állandó kiállítása mellett több tematikus programmal is találkozhatnak még ebben az évben a látogatók. Augusztus 11-e és 14-e között a Festetics Park Fesztiválon virágvásárt, augusztus 19-e és 21-e között pedig kaktusz kiállítást és vásárt tartanak. Utóbbin magángyűjtők mutatják be ritkaságaikat.